rendhagyó módon szervező megyei találkozókat, regionális találkozókat, és ebben az esetben, ebben az évben országos versenyre is alkalmunk nyílik. Minden tanévben megszervezi a megyei négykezes találkozót a Sándor Figyes Zeneiskola. A rendezvény célja az együttzenélés, a bemutatkozás és egymás megismerése. Ahogy a Moravec Attila a Sándor Figyes Alapfokú Zeneiskola igazgatója elmondta, a tehetség felfedezése szempontjából is nagyon fontosak az ilyen regionális események már most már rendhagyó módon szervezünk meg itt Dunajvárosban a Zongora négykezes találkozót. Ebben az évben 50 növendék jelentkezett erre a Zongora négykezes találkozóra. A különböző helyekről, Paksról, kulcsról, Sárbogádról, Dunajvárosból a... Dakapó művészeti iskolából. Ez, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos intézményünknek is, hogy különböző megyei, illetve regionális rendezvényeknek legyen adjon otthont, legyen a szintele, ez a színpad, hiszen fontos számunkra a tehetséggondozás, mivel mi is, mint intézmény tehetségpontok vagyunk, regisztrált tehetségpontok, és az a leg, egyik legnagyobb alkalom, hogy felfedezzük, illetve beazonosítjuk a tehetségeket. A zeneiskola 18 párossal képviselteti magát a találkozón különböző korosztályban és összeállításban. A növendékek sok gyakorlással készülnek a találkozóra. Örülök neki, hogy, hogy, hogy apukám beíratott ebbe a zeneiskolába, mert, mert nagyon jó zongorázni zongorán játszom, szeptember óta járok ide zongorázni. A Fejér megyei zeneiskolák zongora négykezes találkozója március 22-én 10 órakor kezdődik a Sándor Frigyes zeneiskola kamaratermében.